A Bói Harmonika Együttes 2000-ben alakult. Az oktatás 1997-ben kezdődött, amikor Ladocki Aranka tanárnő tanítani kezdte a diákokat a hangszerre. A felnövekvő gyerekekből alakítottak egy harmonika együttest. Van olyan tagunk, aki még a kezdetektől tagja a zenekarnak, és van olyan tagunk is, aki közben jött, felnőtt korában kezdett el tanulni harmonikázni, vagy kiskorában tanult, és utána újra visszatért ehhez a hangszerhez. Szóval ez a 2000-es évektől azért elég nagy utat járt be a tagságunk is, és ezzel párhuzamosan ugye maga a repertoárunk is eléggé vegyes, vannak németes számaink, könnyebb, nehezebb technikai tudást igénylő számaink is vannak. Mindig az aktuális gyermekekhez és a tagokhoz, a tudásszintjükhöz igazítjuk a darabokat, és különböző formációkat is szoktunk alakítani, tehát kisebb csapatokat is kialakítunk, egy kvintettet vagy egy triót. Most a mai koncerten 12 fővel fogunk szerepelni. Nagyon vegyes műsort állítottunk itt is össze. Lesznek könnyűzenei dallamok is, lesz azért német vonatkozású számunk is, mint ahogy a repertoárunkban is ez megtalálható. . 2018 óta játszanak együtt a Hímesházi fiatalok. Mivel erősen német település Hímesháza, ezért közel áll hozzájuk a sváb zene. Fúvós zenekari átiratokat játszunk sokat, amit sváb fúvós zenekarok játszanak, de ez mellett próbálunk mindenfélét játszani, hogy a harmonika is egy olyan hangszer, amiben nagyon sokféle nemzet dalai népzenéje megszól, ezeket próbáljuk mi is átültetni a mi zenekarunkra. A kis harmonika zenekarunk a Hímesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanulóiból áll, jelenleg és volt tanulóiból áll, hiszen már nagyobbak is vannak, akik még visszajárnak hozzánk egy kicsit zenélni. Ők mind a növendékeim voltak, és így áll össze a kis harmonika zenekar. Több településről jöttünk, összesen 4 településről vagyunk, és 10 fogunk együtt harmonikázni a mai napon. Idén változott kicsit a program a tavalyi évekhez képest, amikor is kávéházi harmonika szó címmel zajlottak a koncertek. Idén elindították a színházi harmonika szó című koncerteket, ami azt jelentette, hogy a fesztivál hetében 3-szor is színházban hallgathatta a közönség a harmonikásokat. Ezeken a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei léptek fel, mondta Kéményi Tamás harmonika művész. Ezen kívül, ami idén szintén újdonság, hogy óvodákba is mentünk, mert az a célunk, hogy hosszú távon is ismerik, megismerjék a hangszert és megszeressék a gyerekek. Így elkezdtük a zeneóvit, a harmonikás zeneóvit is, ami azt akarta, hogy idén 3 óvodában voltunk, hogyha jól emlékszem, Szabó Beck Angilával, akivel közösen zeneóvit tartottunk és bemutattuk a gyerekeknek a harmonikát. Ezen kívül volt egy kurzus, egy mesterkurzus, amelyet Ernyei László tanár úr tartott. Ott is nagyon sok növendékünk részt vett ezen az eseményen, valamint pénteki nap, október 28-án Kis Péter adott koncertet Harmonika Vonós 4-esben címmel a Tóm Kőtárban. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a kis koncertek és ezek a kis programok előzték meg a mai gála koncertet. Én
igenis nagyon sokan hegedűnek, nagyon sokan zongoráznak, hogyha megnézzük a Baranya megyében, hogy hány zongorista van, hány hegedűs, hány gitáros, és ahhoz képest hány harmonikás, akkor biztos, hogy sokkal kevesebben vagyunk. Na hát ezen szeretnénk változtatni, és ennek kapcsán létrehoztuk 6 évvel ezelőtt ezt a fesztivált a Pécsi Német Körrel. Az volt a célunk, hogy ezt a hangszert, a harmonikát népszerűsítsük, bemutassuk, hogy milyen sokoldalú is tud lenni, és hát természetesen azt várjuk, hogy egyre több növendék fog majd jelentkezni a zeneiskolákba. Györfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház művésze Kéményi Tamással már évek óta közösen szervez harmonikához kötődő zenés énekes produkciókat. Most a 6. Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjén a háziasszony szerepét töltötte be Tamás mellett a színésznő, és énekelt is a Kéményi trióval közösen. A harmonika az nem egy könnyű hangszer, sem technikailag, sem pedig a hallgatóságnak. Tehát nekem is meg kellett szokni, és meg kellett szeretni ezt a hangszert, de szerencsére Kéményi Tamás személyében egy olyan művésszel találkoztam, aki által nagyon közel került hozzám ez a hangzásvilág és ez a hangszer. Persze Tamás nagyon sok stílusban, a hozzám közel álló stílusokban is kiválóan forgatja a hangszerét, úgyhogy itt én először leszek részese a Harmonika Fesztiválnak, még nem találkoztam ezzel a produkcióval, tudtam róla, de még nem léptem fel, és nagyon meglepett így összesen ennyi embert, ennyi harmonika művészt és tanítványt látni egy színpadon. Szerintem ez csodálatos, hogy tényleg méltó helyén van ez a hangszer. A Linau Egyesület támogatja, ápolja a magyarországi németek nyelvét, kultúráját, hagyományait. Most is ezt tette a 6. Pécsi Harmonika Fesztivál létrejöttében. A harmonika a magyarországi németeknek is népi hangszere, így hát minden olyan program, ami ezt a hangszert népszerűsíti, illetve a magyarországi német dallamokat megszólaltatja a műsor keretében, azt nagyon szívesen támogatja az Egyesület. Tamással már több éve dolgozunk együtt különböző projekteken, és ő kereste meg a Linau Egyesületet, hogy tudná-e támogatni ezt a Harmonika Fesztivált, és ezt természetesen nagy örömmel megtettük. A támogatás tulajdonképpen egy pályázat keretében tud megvalósulni, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumához beadott pályázatunk, és kimondottan erre a Harmonika Fesztiválra, illetve ennek a szervezési költségeire fordítható. Hat évvel ezelőtt Kéményi Tamás és Matkovics Kretz Eleonóra, a német kör elnöke alapította a Pécsi Harmonika Fesztivált. Akkor tájt nagy hiány mutatkozott a harmonikásokból. A kör tánccsoportjához is kellett volna harmonikás, de nem volt, miközben a harmonika a németek emblematikus hangszere. A harmonika mint hangszer így indult, hogy egyáltalán bemutassuk, megszólaltassuk, milyen fajta harmonikák vannak, hogyan lehet hozzájutni, hogyan született maga ez a hangszer, tehát ez volt így az első évnek a célja, de már akkor is volt egy harmonika hangverseny, az a művészeti gimnáziumban. Akkor a következő évben mondtuk, hogy a harmonika annyi mindent tud kísérni, táncosokat, kórusokat, akár az argentin tankó nélkül összetetlen hangszere, hogy akkor ez legyen a következő év. Szintén volt ekkor is már egy koncert, egy nagyobb koncert, és a harmadik alkalommal azt mondtuk, hogy a harmonikának helye van a félharmonikusok között is. No, ez egy nagy áttörés volt, mert bizony ez egy ilyen
furcsa lépésünk volt, de hál' Istennek léteznek olyan számok, ahol a harmonika, a filharmonikusokban helyet kaphat. És akkor itt a Kodályban volt az első nagy hangverseny, amikor a harmonika a filharmonikusokkal közösen játszott. Az ez során még fellépett Kis Péter, Hermes Krisztián, Gerner Péter, Katona Anna, Jónás Dorina, Orgyán Csanád, Orosz Zoltán és a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. A rendezvényt a Baranya megyei Harmonikások Egyesület szervezte.